Az emberi történelem során az erdő korábban a puszta lét fenntartásának egyik fontos forrása volt. Napjainkra azonban említése kapcsán az egészségmegőrzés, a környezetvédelem váltak a legfontosabb fogalmakká. A természet megőrzésének, sőt megtartó használatának záloga a megismerés és ennek nyomán a megértés. Az erdei iskolák ebben segítenek, az iskolai tananyagot kiegészítve, gyakorlati példákkal és élményekkel. A gyerekek erdei foglalkozások során játszva érthetik és tanulhatják meg, hogy milyen fontos és hogyan kell a természettel harmóniában élni és dolgozni. Állatbemutató, madármegfigyelés, természetközeli, hagyományos, népi alkotási eljárások, például agyagozás, vesszőfonás, vagy más az erdőben űzhető sportok, mint az íjászat, lövészet, túrázás, színesítik az erdei iskolák programját, de a tanulók megismerik a környék természeti, történelmi és kulturális érdekességeit is. A hazai állami és magánerdészetek által működtetett erdészeti erdei iskolák komoly minősítő eljáráson esnek át. Kezükben a jövő. Felelősségük meghatározó a következő generáció természetet értő, óvni és védeni képes szemléletének kialakításában, hogy a természet tisztelete immár egész életüket, döntéseiket meghatározó elsődleges szempont legyen.